az úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra, 2-3 óra járásra fekszik. Útközben nem beszélték egymás közt mindazt, ami történt. Még beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett felé, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályokra voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgethetek egymással közben. Erre szóval megálltak, és egyik, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt. Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tetten nagy hatású proféta volt Isten és az egész népen. Főpapjai és előjárói kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelet. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban sírnágoltak, de nem találták a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülük néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szól, ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek, képtelenek vagytok hinni abban, amit a proféták jelentőltek. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Aztán Mózesen kezdve valamennyi profétából megmagyarázta nekünk, ami az írásokban őról a szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték. Maradj velünk, mert este legyen, és lemenőben már a nap. Tettél tehát, velünk maradjon. Amikor azt hallottuk, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte és oda nyújtotta neki. Erre megnyílt a szemük és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybeülve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket, valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogy hogyan ismerték fel Jézus a kenyértörésben. Ezek az evangélium. Thank you.
célhoz is érjünk. Esetleg még gyorsabb megoldás, ha az ember autóba ül, és talán ennyi idő sem kell ahhoz, hogy ott tegyünk, ahová az utazásunkat terveztünk. Sportosabb emberek kerékpárra ülnek, és ahhoz se kell sok idő, hogy néhány 10-20 perc tekerés után odaérkezzen az ember, ahová nagyon hamar szeretne eljutni. Ilyen korban élünk, örülünk joggal és okkal annak, hogy ne győzzük a távolságokat, időben egyre gyorsabbá válunk. Lassan az embernek elég csak gondolnia valamire, és a gondolatai hamarabb célhoz érnek, mint sem az ember gondolná azt. Kétségkívül öröm, a 21. század élete ebből a szempontból, de valamit mégis elvesztettünk. Pontosan azt a fajta utazást, és annak az útnak az ízét, amelyről a mai evangéliumban számolunk. Jeruzsálemből Emmauszba az út nem volt több, mint bármelyik Győr környéki 14-15 kilométer távolságra lévő falunak. És ez az út mégis végtelennek tűnhet. Végtelennek tűnhet egy olyan ember számára, aki gyalogolja a kilométereket, bánattal, keserűséggel, csalódottsággal a szívében. És Lukács két ilyen embert állít elé a mai evangéliumban, de nem annyira ennek a két embernek a lelki állapotáról szeretne tájékoztatni minket, mint sokkal inkább a Szentírásnak a fontosságáról, amelyet sokféleképpen húz ma alá evangéliumi elbeszélésével. Azt lehetne mondani, hallgatva a evangéliumot, ahhoz, hogy találkozni lehessen Krisztussal, a feltámadottal valójában, ahhoz Szentírás ismerő embereknél kell előállni. De ez nem elég. Jézus az Emmauszi úton két másik fontos dolgot is elárul a Szentírás ismerete mellett. A Szentírás olvasásával együtt az embernek visszaemlékezni és hinni kell, különben semmit nem ért meg a Húsvét misztériumából. Nos, ez a két Emmauszi úton a Szentírás ismeretében nem áll rosszul. Pontosan ez lesz az, amire Jézus kedves csatlakozó idegenként építeni tud, azon a hosszúra nyúló több órás úton. Visszaemlékezni és hinni azonban már sajátos módon tudnak csupán. Emlékeinkben az elmúlt napok lebeszélt eseményeink élnek, amelyhez hozzátársuk a lelkiismeret tudulás, hogy ők sem voltak olyan bátrak a tömegben, hogy a sok feszültséget kiáltó között hangosan kiálljanak, és azt mondják, hogy ezt azt mondják már mégsem. És az a visszaemlékezés terhes számukra, még akkor is, ha igyekeznek minden felelősséget nem alakulni a főpapokra és a vénekre áthárítani. A hit azonban egészen gyenge állapotán az ő életükre. És Jézus közben kifejti az írásokat, rádöbbenti arra, hogy hát a visszaemlékezésnek van egy másik perspektívája is, és ebben megjelenik a szenvedő messiás, akinek halálig kell szenvednie ahhoz, hogy megdicsőült, feltámadt Krisztusként lehessen vele találkozni. Ezek a remények
amelyen mindvégig mellettünk lesz a Mester,
és egyre lángolóbbá teszi szívünket, miközben kifejti számunkra az írásokat. És ha már lángol a szív, akkor pedig bátorítson bennünket az a tudat, hogy a kerülésben, amikor Jézus megosztja velünk nem csak a hajlékot, hanem egyúttal a kenyeret is, felismerjük őt és szívünkbe fogadjuk, hogy aztán úgy tudjunk nekiindulni a következő lépéseknek, amelyben ott van már a Jézusról tanúságot tenni akaró embernek hite és öröme. Ne felejtsük el, hogy Jézus felismerése egyetlen pillanat alatt történik. Belső indítatásra, és aztán minden rendbe kerül az életünkbe. Így volt ez az Emmauszi tanítványok esetében is. A meghatározó pillanat után, Jézus átható tekintete után, minden ugyanaz maradt, de mégis minden új értelmet kapott. És a keresztény embernek ez az első és legfontosabb feladata, hogy miközben minden nap ugyanazt a feladatát végzi, mégis Jézus tekintetétől átható